elismeri-e a bűncselekményeket, amivel az ügyészség vádol? No. Bíróság elé állították az unokázós csalókat Szekszárdon. Az előkészítő ülésen az elsőrendű vádlott azt állította, hogy a börtönben, idézem, már tönkrement az idegi állapota. A bűnszervezet tagjai idős embereket hívtak fel telefonon, a rokonaiknak hazudták magukat, és azt mondták, hogy közúti balesetet okoztak, és sürgősen szükségük van készpénzre. A csalókat 2020 májusában fogták el a rendőrök, miután már több bejelentés is érkezett Tolna megye különböző településeiről. Az elsőrendű vádlott nem ismerte be, hogy bármi köze lenne a bűncselekményekhez, sőt azt is tagadta, hogy kapcsolatban lett volna az ügy másik résztvevőjével, aki viszont azt állította, hogy élettársi kapcsolatban álltak egymással. A férfi néhány mondattal később már meg is cáfolta saját magát. Azt mondta, hogy belém szeretett. Ja, tehát mondta, hogy magába szeretett és menjen. Igen. És maga mit mondott? Hát, én nem akarok veled menni, a feleségem van, úgy volna gyerek. Ami volt köztünk, az felejtse, menjen ő is haza, akkor én maradok a feleségem miatt. Akkor mégiscsak volt velem? Hát egyszer történt egy olyan dolog. A másodrendű vádlott online formában csatlakozott az üléshez a Berettyó újfalui börtönből. A nő beismerő vallomást tett és lemondott a tárgyalási jogáról. Emellett olyan információkhoz és bizonyítékokhoz juttatta a nyomozóhatóságot, ami segített az ügy gyors felgöngyölítésében és a bűnszervezet fejének elfogásában. Emiatt ő méltányos büntetést kapott. A másodrendű vádlottat halmazati büntetésül 4 év 6 hónap szabadságvesztése és a közügyek gyakorlásától 6 évi eltiltásra ítéli a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház. A harmadrendű vádlott, aki sofőrként vett részt az egyik csalásban, véletlenül elárulta a bírónak, hogy ő ingatlan és gépjármű közvetítéssel foglalkozik, feketén. Hát egy magánszemély megkéri magát, hogy szeretzen egy ingatlant, maga szerez, és akkor ezért így egymás között így ezt jutalékért végzi, de nem nincs bejelentett munkahelye. Nem próbálkozott, hogy ezt esetleg így legálisan csinálják munkahelyen, hát, cégben, egyéni vállalkozásban? Csak üzlettel ez a hivatalos része, ez nem érdekli magát, értem. A harmadrendű vádlott is elismerte bűnösségét, a bíróság 1 200 000 forint pénzbírságra ítélte. A döntés még nem jogerős, az ügyészség 3 munkanap gondolkodási időt kért arra, hogy eldöntse, elégségesnek tartja-e a büntetést. Az elsőrendű vádlott tárgyalását január 10-ére tűzte ki a szekszárdi járásbíróság.